Március 7-én összesen 70 középiskolás korú diák és kísérője érkezett hazánk 7 településére, köztük Tatabányára is. A fiatalok a Texasi Firstnek kíni gyülekezet tagjai és a baptisták meghívására érkeztek. A fiatalok az elmúlt napokban iskolákban jártak, ahol angolórákat tartottak, beszélgettek a helyi diákokkal. Ma pedig egy úgynevezett Texas Show-t tartottak a váci iskolában, aminek óriási sikere volt. Már a hétfői nap folyamán, amikor órákra belátogattak a fiatalok, akkor ugyancsak 2-3, mert ugye minden iskolában elosztotta a szervezőket, de nagyon-nagyon élvezték akkor is a gyerekeink. És most én úgy gondolom, hogy eleve azt, hogy külföldi, igazi angol szavakat hallani, meg a kiejtést, ez nagyon nagy élmény nekik. Beszélgettek, mindenfélét elmondtak magukról, kérdezték a gyerekeinket, és nagyon jó párbeszéd alakult ki. És most is a versenyt, ami ugye a megyei versenyünk, ez az angol tesztíró verseny, amihez kapcsolódik ez a mostani programunk is, a délutáni. Ez arról szólt, hogy egy kis teszt, nyelvtani teszt, mert ugye anélkül nincs, elmélet nélkül nincs beszéd tudás sem, és utána a texasiak egy kis szöveget küldtek el nekünk, tehát már ilyen módon is kapcsolatba kerültünk egymással, és utána a gyerekek ezt fordították le. Tehát már akkor is mindenféle okos tudást szereztek meg a Texas államról és a gyerekek életéről. Pozitív meglepetés az, hogy sokat vártam, de többet kaptunk. Azt a felkészültséget, amit ezek a fiúk meg a lányok megmutattak, amikor lefagyott az internet, amikor nem volt a technika néha működőképes, akkor mint a zenebohóc előhúztak a táskájukból egy másik anyagot, és azzal a magabiztossággal, hogy elkezdték az órát, ugyanúgy befejezték. Szóval az a felkészültség, amit tapasztaltunk a részünkről, az hát több volt, mint elvárható. Úgyhogy az alázatuk, a magas profi felkészültségük és a vidám lelkületük, én úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki a városba találkozott velük, akár általános, akár középiskolában, a legjobb élményeket hagyta. A texasi fiataloktól rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Elsősorban azt mondták, hogy a vendégszeretetünk nyűgözte le őket, illetve a finom magyar ételek, amelyek nem is foghatók az amerikaiakhoz, illetve elsősorban az emberi kapcsolatok, azok a találkozások, azok a fiúk, azok a lányok, akikkel beszélgettek, hiszen ezért jöttek, ezek jelentették a legmélyebb benyomást számukra. A fiatalok ma este búcsúztak a tatabányaiaktól, tiszteletükre a Puskinban tartottak egy búcsúestet.